Önök a Kultúrszobát a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Ismét útjára indította a Voszinszky-Mor megyei múzeum múzeumi esték sorozatát, melyben az 1848-as, 49-es szabadságharc és forradalom 170. évfordulójára emlékezve egy arcképcsarnok bontakozik ki az előadásokon. Szerdán Hereznák Erzsébet, a Ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója, Kossuth Lajos életéről és munkásságáról beszélt rendhagyó módon, ami által a nemzet nagyja, mint magánember is közelebb kerülhetett a hallgatósághoz. Az a rajongás Kossuth Lajos alakja iránt, amit a megjelentek érezhettek Reznák Erzsébet előadó szavaiból, nem csak az elejétől a végéig lebilincselte a téma iránt a közönséget, hanem át is itatta azzal a hazafias büszkeséggel és méltósággal, amit Kossuth Lajos nemzetünk nagyja iránt éreznünk kell, nem mert kötelességünk, hanem mert szívből büszkék vagyunk a magyar szabadságharc szellemi vezérére. Azt tapasztalom, hogy az embereket érdekli Kossuth Lajos, és visszatérve arra, hogy mindent tudunk-e róla, persze, sok mindent tudunk róla, és sok mindent nem tudunk róla. Leginkább azt tudjuk kevésbé, örülök, hogy itt fiatalok is vannak, hogy a fiataloknak hogy beszéljünk Kossuthról. Hiszen valahogy ő róla egy olyan kép él bennünk, hogy állott egy magaslaton, mármint egy magas talapzaton. Gondolják el, hogy Cegléden, ahonnan én jöttem, ott úgy emlegették őt, Isten második fia, a magyarok megváltója. És ugye ismerős az a debreceni történet is, amikor 49-ben megérkezett Kossuth Debrecenbe, és a foglalkozás rovatba azt írta be a debreceni kapuőr, a magyarok Mózesse. No igen, mit is lehetne mondani 50-60 percben Kossuth Lajosról? Reznák Erzsébet mégis megragadta a lényeget. Érdekes módon Kossuth Lajosról nem jelent meg teljes életrajzi írás. Ez is milyen titokzatossá teszi személyét, de talán azért sem, mert életének szakaszai, korszakai külön-külön kitennének egy egész monográfiát. A múltkor unalmamban összeírtam, hogy mi mindent neveztek el Kossuthról. Elképesztő, elképesztő. Akár hiszik, akár nem. A szakáltól kezdve a kalapon át, az édességen keresztül a bolygóig. Cegléden a múlt héten az okozott hatalmas botrányt, ugye ma már az internet világában ezek nagyon menő botrányok, hogy természetesen a ceglédi Kossuth ünnepen a szervezők Kossuthról elnevezett sört árultak. Hát ez hihetetlen, mondták egyesek, és nekiestek a szervezőnknek. Pedig hát Kossuthról neveztek el, talán a kicsit idősebbek emlékeznek még rá, cigarettát is, sőt azt mondták nekem, hogy a Sátoraljaújhelyi dohánygyárban még most is gyártják. Elgondolkoztam azon is ennek kapcsán, hogy vajon van-e még olyan magyar államférfi, politikus, akinek a nevéhez ennyi elnevezés, ekkora kultusz kötődik. Magyarországon 150 köztéri Kossuth szobor van. Ez is egy szép gondolatra felfűzött kirándulás lenne, egyszer mindenhová elzarándokolni. Ugye 1802-ben született, és 1894-ben halt meg. Ez 92 év. Ez nagy idő egy ember életében, a 19. században pláne nagy idő, de ha azt az embert úgy hívták, hogy Kossuth Lajos, aki akárhogy is nézzük, szeretjük, nem szeretjük, nyomot hagyott a történelemben. Azok közé, a hőseink közé tartozik, akinek beleszólása volt, akármilyen furcsa is, Európa történetébe, történelemformáló személyiség volt. Egyébként elképesztő mennyiséget írt. Ez is számomra hihetetlen. Ugye kiadták a műveit, hozzáférhető sok-sok levele, hatalmas mennyiség, nem is tudom felsorolni hány kötet, és még nincs mind. Egyik kollega éppen most mondta, hogy az országos levéltárban őrzött Kossuth iratokat fogják rendszerezni, amelyet már digitalizáltak. Egy fél délelőtt tartott, míg letöltötték a digitalizált iratokat. Sajnos
egy valamit, többet is, de egy valamit nem írt Kossuth Lajos. Nem írt naplót, vagy nem írt memoárt. Tudják, ez olyan divatos dolog, pedig hát azt el lehet képzelni, hogy abban mi lehetett volna. A Kossuth kultusz szeglédi hagyománya fent van az UNESCO szellemi kulturális örökség jegyzékében 2014 óta. A legfőbb ok arra, hogy ez fönn legyen a listán, az az, hogy ez egy közösség teremtő erő. Akár hiszik, akár nem, csak egyetlen példát hadd mondjak el, majd még talán lesz itt róluk szó. Van nálunk egy múzeumbaráti kör, úgy hívják, hogy Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör. 1877 óta létezik. Méghozzá úgy létezik, hogy nem alapszabály tartotta össze, nem követelmény, nem jegyzőkönyv, hanem a közösség ereje. Ők pontosabban százan 1877-ben meglátogatták Kossuthot, amikor odaértek Kossuthoz, ők százan, meg persze a csatlakozott társaság, akkor a küldöttség szónoka természetesen egy református lelkész volt, Cegléden egyébként is többségben inkább reformátusok voltak. Szóval a küldöttség szónoka, Dobos János, aki egy hihetetlenül tudós, teológus, hát bocsánat, egy nagyon komoly ember volt, és az a nagyon komoly ember, amikor odaértek Kossuthoz, öreg volt, nagyjából mint Kossuth, rosszul lett a hosszú úton, 4 napig tartott az utazás. Úgy nézett ki, hogy nem tudja elmondani a beszédet. Hát Kossuth egy udvarias ember volt, széket hozatott Dobos Jánosnak, fölajánlotta, hogy üljön le, de Dobos János azt válaszolta, Kossuth előtt nincs semmi sem lehetetlen. Állva maradt, és így kezdte a beszédét, mi eljöttünk, hogy megmondjuk, mi szeretünk téged. Hát ilyen egyszerű. Reznák Erzsébet, a Ceglédi Múzeum igazgatója még sok érdekes dolgot mesélt Kossuth Lajosról, ami hangulatában és tartalmában is eltér a tankönyvek megbonthatatlan steril képétől az egykori kormányzóról. Mi azonban most ezzel a fenti történettel búcsúztunk a múzeumi esték 1848-49-es arcképcsarnokától. A következő előadása a múzeumi esték sorozatban október 31-én lesz, amikor is Széchenyi Istvánról Csorba László mesél majd. A Pécsi Percussion projekt szórakoztatta a bonyhádi közönséget szerdán a művelődési központban. A koncerten pedig nem csak hallgatója lehetett a nézőközönség a zenének és ütőhangszereknek, hanem résztvevője, sőt zenésze is. A formáció fő célkitűzése, hogy minél közelebb hozzá is megismertesse rendhagyó módon a közönséggel az ütőhangszeres muzsikát. Ez Bonyhádon abszolút sikerült. Nem hiszik? Mutatjuk a bizonyítékot. Nem izgalmaktól mentes, amikor tanár és tanítványai nem csak a próbateremben és gyakorlás közben alkotnak egy csapatot, hanem átlépve az iskola falain túl, a színpadon egy akarattal, egy lélekkel zenélnek a közönségnek. Hát ilyen a Pécsi Percussion projekt. Mindenképp a Pécsi Tudomány Egyetemhez van kötődésünk. 3 évvel ezelőtt az igazgatóra leültünk picit, összedugtuk a fejünket, hogy mit lehetne tenni, hogy még szebbek, még jobbak, még nagyobbak, még erősebbek legyünk. És akkreditáltattak egy különleges tehetségek osztályát, ahol 2 tanítványom is már második évét is elvégezte. És minden évben csináltunk egy ütős kis délután nevű rendezvényt, ahol egy ilyen hát több mint egy órás koncertet játszottunk, nem csak 4-en, ahogy most este elő fogunk fordulni itt a színpadon, azt hiszem, hogy oktettig is, vagy talán 9-10-en is játszottunk. És nyilván ebből hagyományt szeretnénk csinálni, és a harmadik ütős kis délutánt is meg fogjuk rendezni, meg szeretnénk rendezni, ahol most már lehet, hogy fölmegyünk akár 15 főre is a színpadon, de mindenképp a magját mi alkotjuk a Percussion Project Pécs. Azért, hogy mobilisak lehessünk, és hogy például ide Bonyhádra is el tudjunk jönni, ezért így 4-en vállaltunk egy olyan műsornak a betanulását, amit aztán Tolnád Baranyát így gyakorlatilag bejárjuk. Thank you.
aki ütőhangszeres koncerten járt, annak már biztos van egy elképzelése. Aki nem járt, annak abszolút nincs, viszont aki már járt, annak is szeretnénk valami nagyon nagy meglepetést okozni azzal, hogy hangszer különlegességeket hoztunk, amiket bemutattunk, de interaktívá is tesszük a koncertet, úgyhogy ezek ki is próbálhatóak. Sőt, ha ez most még a koncert után fog lemenni, akkor elárulhatom, hogy még a közönséget is be fogjuk vonni, és együtt is fogunk zenélni. Két kiskorúval dolgozunk együtt, mi két nagykorú, és hihetetlen nagy biztonságot adnak számunkra. Én amikor föl szoktam lépni, általában nem nagyon szoktam izgulni, de amikor a tanítványaim játszanak, akkor azért ott van az abszem. Na most ez hála Istennek nincs így, mert maximálisan megbízok bennük, és ez egy nagyon jó érzés így kamarázni és így játszani velük. Minden egyes műsorszámot úgy szoktam bekonferálni, hogy és most teljesen más fog következni, így gyakorlatilag a vasbordon át a kalimbán keresztül a mindenféle neve nincs hangszerek, de majd itt majd megtanítjuk nekik. Hangszereken keresztül gyakorlatilag szambát játszunk, ragtime-ot, jazz-t, egy kis klasszikus ütőzés is lesz. Lesz olyan nótánk, amiben gyakorlatilag ketté vágjuk magunkat, és az egyik felünk az dibidobos lesz, a másik meg dallamhangszeres, úgyhogy nagyon színes a palettánk. A legfontosabb a csapatnak a minőségi zene terjesztése, ezen belül pedig az ütőhangszerek széles spektrumának megismertetése a közönséggel, és még valami. Nyilván nem titok, hogy itt is működik zeneiskola, ahol biztos, hogy vannak tehetséges gyerekek, és hát ez a különleges tehetségek osztályhoz akár csatlakozni is lehet, ha például annyira elhivatottak és annyira naprakészen, fanatikusan megfertőzöttek, mint például Göncz Máté és Buzási Kristóf, akikkel együtt fogunk játszani feleségemmel. A paksi zsidó temető történetére sokan voltak kíváncsiak. Szabó Péter polgármester történelem tanárként egykor kutatásokat végzett diákokkal a városban élő zsidók kultúrájáról, temetkezési szokásaikról. Paks egykor a második legnagyobb zsidó hitközséggel rendelkezett Tolna megyében. Befejezetlen maradt sajnos a zsidó temető feldolgozásának a folyamata. Hát ugye azért ennek két oka volt. Egyik oka az, hogy rengeteg sírkő, sír található a jelenlegi zsidó temetőben. Még 2001-ben került feldolgozásra a Szabó Péter történelem tanár irányításával, Németh Szabolcs és Solymos Dániel diákok bevonásával a paksi zsidó temető története. Meséli Szabó Péter a Pákolic István városi könyvtárban, ahol a helyi történeti klub meghívásának elegettéve tartott előadást a témában. Az országos rabbi képző és zsidó egyetem tanáraitól kaptak segítséget az akkori munkához. A zsidó temetőben ők a 18. századi sírköveket vagy a sírokat kezdték el feltárni, és hát nem sok sikerült nekik.
Nyilván majd folytatni kell ezt a folyamatot, további sírkövekről is megállapítani, hogy kihez köthetők, vagy milyen szimbólumok szerepelnek a sírkőn, arról nagyon sok minden megállapítható. Nagyon sok területet egyébként feltérképeztünk, Paks zsidó oktatás ügyén keresztül a temetőről is készült dolgozat, vagy akár a holokausztról is természetesen, illetve, amit az előbb mondtam, a Paksi zsidó házak egykor és most címmel is született egy nagyszerű dolgozat, amely mindezt ezt a témakört igyekezett kibontani. Tolna megyében a zsidóság megjelenése a római korig nyúlik vissza. Paks egykor a második legnagyobb zsidó hitközséggel rendelkezett megyénkben. Ma is számos épület emlékeztet rá. A paksi zsidó temetőben 1415 sírkő található. A homokkőből készült sírkövek jelentős részét már kikezdte az idő vasfoga. A régi sírköveken, a 18. századi, 19. századi sírköveken, azokon héberül szerepelnek a feliratok, szinte kizárólag csak héberül, és ugye a 20. századi sírköveken már megjelennek a magyar vagy német nyelvű feliratok is. Paks városa a megyében a második legnagyobb zsidó hitközséggel rendelkezett, lélekszámot tekintve. Bonyhád után itt élt a legtöbb zsidó, nyilván még a második világháború előtt, így nagyon gazdag hitélet is zajlott, és hát rengeteg zsidó lakosa volt a városnak. Csúcs időszakban, tehát 1890-es években az 1300 főt is elérte a zsidó lakosok száma, akkor, amikor Pakson 12 ezeren laktak még csak, tehát 12%-át tette ki Paksváros lakosságának, és ha végig sétálunk a főutcán, akkor itt is régi zsidó házakkal találkozhatunk, és most, ahol vagyunk, a könyvtár, ez pedig a zsinagóga volt, tehát a hitéletnek adott otthon. Nagyon keveset tudunk a zsidó temetőről, ennek megvan az oka, nyilván az, hogy egyrészt a sírkövek nagyon rossz állapotban vannak, főleg a 18. 19. századi sírkövek, másrészt pedig az, hogy héberül szerepelnek rajta a feliratok. De a 2000-es évek elején, 2001-ben még akkor felvettem a kapcsolatot a Országos Rabbi Képző és Zsidó Egyetemmel, és akkor hallgatók érkeztek ide a városba, az ott hallgató diákok, és elkezdték felmérni a temetőnek a sírköveit. Ugye hát nem kis fába vágták a fejszélyüket, mert 1415 sír található jelenleg a zsidó temetőben. Itt a zsidó temetőben azért található emlékmű is, az első világháborús áldozatoknak az emlékműve, amely ugye sajnálatos módon elpusztult, és ennek kapcsán a Mazsihisz is megtette a különféle lépéseket, hogy azt helyre kellene állítani, illetve hát azért remélem felhívom a figyelmet arra, hogy ezt a zsidó temetőt azért gondozni kellene, mert például a ravatalozó is, amit ők nem úgy hívtak, hanem ahol ugye a halottat előkészítették a temetés előtt, az is nagyon rossz állapotban van sajnos, de a sírkövek többsége is. Elég nehéz a zsidó temetőbe bejutni. Ennek az az egyszerű oka, hogy nyilván nem Paksváros önkormányzatának a kezelésében van, hanem a Mazsihisz, tehát a Magyar Zsidó Hitszövetségnek a kezelésében. Így kőfal is veszi körül, természetesen ez is növeli szerintem az arra járókban a kíváncsiságot, és azt, hogy mi lehet odabent, de egyébként nagyon könnyen meg lehet látogatni ezt a zsidó temetőt. Igaz, hogy el kell kérni a kulcsot, meg ennek van egy valamilyen formája, de abszolút látogatható. Majd valami van a levegőben, darabokra törted a szívem, otthon. Csak néhány sláger, amelyeket minden zene iránt érdeklődő ember kívülről fúj ma Magyarországon. A Halott Pénzt alapító, a számokat író Marsalkó Dávid azt mondja, már nincs benne sérelem, amiatt, hogy zeneiskolából eltanácsolták, mondván nincs érzéke a zenéhez. Az idei szekszárdi születi napok leginkább várt fellépőjére több ezren voltak kíváncsiak. A tömeg a Szent István tértől egészen a Béla térig tartott. Úgy tűnik, Dávidot igazolta az élet. Ha ez az, hajtabba, oh! Minek pénz?
Az Excel szeretném látni, hogy megmozdulunk! Gyere! 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 Tombol a tömeg a szexádi születi napokon a Halott Pénz koncerten. Ezt az együttest várták a fesztiválozók a leginkább. A srácok nem is okoztak csalódást, felcsendültek a jól ismert slágerek, és a tömeg együtt énekelte az ismert dalokat az együttessel. A Halott Pénz 2004 óta működő, többszörös fonogramdíjas magyar hip-hop formáció. Eredetileg a Halott Pénz Marsalkó Dávid szóló projektje volt. 2013-ban lett belőle 7 fős, többnyire akusztikus zenekar. Az együttes keveri a hip-hopot, a rappet, a funk-rockot, és még DJ-je is van, nem is akárki, Boros Venom Gábor, akit mint megtudtuk, szexádi születésű, és Medinán nőtt fel. Nagyon jó érzés, amikor hazamegy. Ugye a zenekar alapvetően pécsi kötődésű, tehát ott ismerkedtünk meg, a tagok nagy része ott született, ott él a családja, és Pécset is nagyon jó fellépni, de például a basszusgitárosunk Nyíregyháza mellől származik, és emiatt ott is nagyon jó érzés. Az énekesünk győri, nekem Tolna megye ilyen, hogy mindig nagyon szívesen jövök. Folyamatosan igyekszünk fejleszteni a koncertműsort, és erre a ma estére külön próbáltunk, bevonultunk a próbatermünkbe jó pár órára. Igen, lesz olyan dal, amit még nagyon-nagyon kevés alkalommal játszottunk el, hogy mi lesz ez, az egyelőre maradjon meglepetés. Én nagyon remélem, hogy tetszeni fog ez a mai nagy koncert a szexádi közönségnek. A magán kívül sikító, éneklő, táncoló tömeget elnézve nincs kétségünk. A szexádi közönségnek nagyon is tetszett hazánk sztárcsapata. Mindig izgalmas egyébként nagy közönséget fellépni, de én semmiképp sem általánosítanék, mert számra minden koncert más. Teljesen más egy budapesti közönség, teljesen más egy nyíregyházi közönség, teljesen más egy szexádi közönség, és már csak azért is, mert ahogy egyrészt ugye Venom által is van egy szexádi kötődésünk, hogy hát medinai per szexádi kötődés, de hát pécsiként szexárd ez egy abszolút egy kiemelt pozíció ugye szívemben, meg az életemben. A Halott Pénz slágerei között szép számmal akadhatunk párkapcsolati kríziseket ironikusan taglaló számokra, ahogy társadalmi problémákat, fiatalok életérzését is kiválóan visszaadó slágerek is vannak köztük. Több közülük elnyerte az évdala elismerést, így például a Valami van a levegőben, Darabokra törted a szívem, vagy az Ugyanúgy hallasz című sláger. Élnünk kellett volna még. Marsalkó Dávid, a zenekar frontembere, dalszövegírója azt mondja, eddig sem és ezután sem a szerelmi csalódásokra, magányra, érzelmi elhagyatottságra fókuszálnak a dalok. Nagyon sokféle dalunk van, tehát hogy csak ha megnézed az utóbbi 4-5 dalt, akkor mondjuk a Május földet érten kívül ugye teljesen más tartalmú dalok voltak. Volt ugye az utolsó nép, például az Élnünk kellett volna, vagy a Mindenre ráveszel, vagy az Otthon, ugye egyik se egy ilyen szerelmes szám, szóval igazából elég sokféle témához próbálunk nyúlni. Úgyhogy hát a dalok általában úgy születnek, hogy nálam indulnak úgy a dalok, az elképzelések, ez főként általában egy ötletet, egy témát, egy szöveget jelent, és akkor úgy építkezik tovább zenekartagokkal, gitárral, billentyűvel, scratchekkel, effektekkel. Szóval általában így én szoktam úgy összetákolni ugye az alapját a daloknak, és én is szoktam befejezni. Szóval nagyjából, mint ilyen producer, per dalszerző, per szövegíró vagyok benne a sztoriban, és a srácok meg általában mind kiegészítik a maguk világával egy kicsit. Marsalkó Dávidban már nincs sérelem amiatt, hogy a zeneiskolából eltanácsolták 7 évesen, mondván nincs érzéke a zenéhez. Az idei szexádi születi napok leginkább várt fellépőjére több ezren voltak kíváncsiak. A tömeg a Szent István tértől egészen a Béla térig tartott. Úgy tűnik, Dávidot igazolta az élet. Ez egy érdekes történet, mert ugye ez egy zeneiskola felvétel ilyen történt, egy 7 éves gyerekkel, ami azt gondolom, hogy
hát ha úgy nézzük, akár szakmailag, akár emberileg, azért egy elég érdekes dolog, hogy egy 7 éves gyereket ennyire leírnak, miután elénekelte a boci-boci tarkát, úgyhogy elég izgult. Ez egy érdekes, de a mai napig azért szoktam ezt kihangsúlyozni, mert egy fontos motiváció tud lenni az, hogyha az emberben nem hisznek, vagy lenézik, vagy nem bíznak benne, és ebből előnyt tudtam hál' Istennek kovácsolni, és a közönség, illetve hát a zenekar támogatásával hál' Istennek jóra fordultak a dolgok. Egy nagyon különleges év vár ránk a jövő évvel kapcsolatban. Ugye 2004-ben kezdtem el a Halott pénzt, és ugye 2019-et írunk majd jövőre, és ez azt jelenti, hogy 15 éve zajlik ennek az egész Halott pénz sztorinak a története, és hát ez, erről fog szólni leginkább a következő évünk, illetve hát hamarosan kijövünk egy új dallal, és már íródnak az új dalok, még ennél is újabb dalok, amik várhatóan egy új albummá állnak össze jövőre majd valamikor, úgyhogy nagyjából ezek, ez a 15 év per új album, ez a két meghatározó szegmens a következő évben. Szeptember 30-a a Magyar Népmese napja, egyben Benedekelek író, a magyar gyerekirodalom egyik megteremtőjének születésnapja is. Ez alkalommal szeretettel várja a Babits Kulturális Központ a kicsiket és a nagyobbakat is, 2018. szeptember 30-án 10 óra 30 percre a Magyar Népmese Színház Mirko Királyfi című előadására a Művészetek Házába. Jegyek kaphatók a Kulturális Központ jegypénztárában és a www.jegy.hu weboldalon. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!